szintén beáll. És start elindult a nap első futam, az első nyeretlen verseny. Kis problémátalan Panama lovasának volt a start után. Ehhez Königén kap nehezebben lábra, de Stino, itt a Ranger is nagyon-nagyon jól kezdtek, sőt Babylon is ott van a frontban. Hát a favoritok kimondottan jól indultak, most már hozzájuk zárkozik Lumpazi is, aki azonban egyelőre vezet, az talán Ranger bent a falon mellette, Babylonia. Ranger, Babylonia, Destino, Lumpazi négyese hozza lovakat a túlsó oldal elejére. Mögöttük egészen jól tartja magát még Purple Princess, illetve kívülről Macho Színe is ott vannak, és Mr. Zuru is tart egyelőre az élmezőnyel, ahol még Sweet Diamondot lehet sorolni, a többieknek viszont van most már jó néhányhoz hátrányuk, amikor a mezőny szép lassan most már eléri az ügető átjárót. Vezet még mindig Ranger, Zelko Ilicse, Ranger az első mellette, Babylonia, Ranger, Babylonia mögöttük, Destino is remekül tartja magát, de hát ugyanez a helyzet Lumpazival, egyelőre kívülről Machoval is próbálják tartani a lépést a vezető lovakkal, és Mr. Zuru is abszolút lőtávolon belül. Most már a kanyarozér a mezőnyér az utolsó 800 méter, Destino könnyebben galoppozik, mint Ranger, és Destino el is megy most már a vezető ló mellett. Destino kívül Babylonia, Ranger és Lumpazi is csak sétál a vezető lovak árnyékában, aztán jön Purple Princess, valamint Mr. Zuru kettőse, Sweet Diamond is még azért látótávolságon belül. Az utolsó 500 méterhez érve könnyen kézből Destino az érre sétál. Destino vezet mögötte Lumpazi és Babylonia, és ők hárman egyre inkább kezdenek távolodni a többiektől. Vezet még mindig Destino mögötte Lumpazi, nagyon-nagyon könnyen jön, Babyloniát már lovagolni kell, amikor ráfordul az utolsó 400 méterre a mezőny. Vezet Destino, azonban jön Lumpazi, Destino, Lumpazi, Babylonia, háttérben Mr. Zuruval próbálnak elindulni, Panama és Eszkőnégén is jó versenyt fut, de már csak 300 méter van hátra, és az érre galoppozik Lumpazi, nem csak hogy az érre galoppozik, de elkezdi növelni is az előnyét. Lumpazi ezt a versenyt nagyon stílusosan fogja megnyerni, Destino fárad a végén, jön Babylonia és jön Panama egy jobb helyezésért, Mr. Zuru is közel van, Lumpazira senki sem veszélyes, sétálva meggyeri az első kincsepparki versenyét, Lumpazi, mögötte Panama lesz a második, harmadik helyre pedig megérkezik Babylonia. Hát érthető, most már ennek szellemében, legalábbis sejthető, hogy miért nevezték a két nagy díjra, alagi díjra, illetőleg derbire a nyerő Lumpazit. Hát még a számokból sokat nem fogunk megtudni, azt hiszem, akármilyen könnyen is szórta el ezt a mezőnyt. De hozzá lehet Panamával, kilót, de biztos. De így van, tehát az egészen biztos, hogy nem fogják kiírni a győzelem után mondjuk az alagi díjról. Panama nagyon szépen hajrázott ifjú Kozma Istvánnal, Babylonia is jó versenyt futott, hát ami pedig Destinót illeti, ameddig lehetett, állt a sarat, ennyi volt benne. Igen, ennyi volt. Panama jó futása, nem mondom, nagy meglepetés. Figyelem, az első futam nem hivatalos befutási sorrendje. 4-es, 11-es, 3-as. Ismétlem, 4-es, 11-es, 3-as. Ezzel kiemeltük, hogy elsőre gyenge volt, de itt a Kozma István került a nyerekbe, akivel feltétlenül jobb futását várjuk. Legalább annyira jót mondjuk, mint amit tavaly mutatott. Hát lehet, hogy arra is tud tenni még néhány kilót. Szétesik persze a végére a mezőny. Hát Destino az utolsó, mondjuk 150 métert nem bírta, hiszen Zurui van még azért igazán közel. A Panama hajrája valóban azért figyelemre méltó, hogy Lumpazi mennyit tudhat, valóban csak ismételni tudom magam, ehhez a formához akármennyi is lesz az, jó néhány kilót hozzá lehet adni, de kell is, mert nyilvánvalóan mondjuk az alagi díjban adott esetben azért jóval-jóval nehezebb lesz a feladata. Hát ugye a 4-es meg a 3-as az rendben van, de hát itt a 11-es a második, és őt azért hát így ránézésre nem nagyon képzelték el. Még esetleg a befutó tábla lehet majd informatív, hogy ott egyáltalán van-e 11-es. Panama miatt ez egészen jó osztalék lesz. A sima is, meg a hármas befutó is. És a Pavlicek begyűjt egy győzelmet. Idén az elsőt itt Magyarországon. Három 11 és 6-11 van a táblán. A második oszlopban, a 4-11.